Menesztették tisztségéből Maros megye prefektusát, Márátó Ganélt, illetve az egyik alprefektust is a Marosbárosi Gondozási Központban feltárt helyzet miatt. Miután Maros megye prefektusa a Marosbárdosi Szucálló Mind gondozási központban feltárt súlyos rendellenességek miatt pénteken menesztette tisztségéből a megyei szociális felügyeleti és kifizetési ügynökség ügyvezető igazgatóját, Christian Viorel Reduzt, még aznap őt magát is leváltották tisztségéből, illetve Márátó Ganél mellett az egyik alprefektust. Nagy Zsigmond alprefektus kérdésünkre elmondta, egyelőre nem tudni, hogy őt vagy a másik alprefektust, Nikolaj Florin Palassánt menesztették tisztségéből, erre vonat ugyanis még nem jelent meg hivatalos dokumentum. A prefektus és az egyik alprefektus menesztését már Csecso Láko miniszterelnök jelentette be pénteken Tulcse megyei munkalátogatásán. Nagyon jól tudjuk, hogy a prefektusok és alprefektusok koordinálásával egy hónapon keresztül zajlottak az ellenőrzések. Tudomásom szerint a megyei szociális felügyeleti és kifizetési ügynökség egy-két nappal korábban ellenőrizte a központot, és nem talált problémát. A munkaügyi miniszter úgy döntött, fegyelmi bizottságot hoz létre, és a törvény értelmében az ügynökség vezetőjét elbocsátották. Ma reggel tárgyaltam a miniszterelnök helyettessel és belügyminiszterrel, Katalin Predoyúval, és elrendeltem mind a prefektus, mind az alprefektus elbocsátását. A kormányfő megköszönte a civil szervezetek képviselőinek, akik feltárták a marosbárdosi otthonban uralkodó helyzetet, mert, mint mondta, ezzel életeket mentettek meg. Kijelentette, módosítani kell a szociális központok engedélyeztetésének és ellenőrzésének rendszerén, és fel kell számolni azon állami intézményeket, amelyek nem működnek jól. Mint arról beszámoltunk, a Maros-Szent Annához tartozó Marosbárdoson működő gondozóközpontban embertelen körülmények között az alagsorban tartottak több fogyatékkal élő személyt. A rendellenességekre az 112-es segélyhívó számra érkezett bejelentés alapján derült fény múlt csütörtökön. A központban uralkodó állapotokat a jogi forrás központ tárta fel, ugyanaz a civil szervezet, amelyik leleplezte a voluntári idős otthonokban történt súlyos visszaéléseket.